tájékoztatjuk ezek utasainak, hogy egyes megálló helyeken a személyszállító vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha van felszálló utas, vagy a leszállási szándékot időben jelezték. Balatongyörök és Gyenesdiás is bekerült a feltételes megállók körébe. A Helikon interrégió vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha az utasok előre jelzik leszállási szándékukat, vagy várakoznak a peronon. A feltételes megállás rendszerét, illetve a leszállásjelzést a MÁV Start már 2013-ban bevezette, azóta több körben bővült az érintett vasútvonalak száma. A decemberi menetrendváltástól 6 vonalon 14 megállóval egészült ki az eddigi kör. Menetidőt lehet így megtakarítani olyan vasútvonalakon, ahol bizonyos megállóhelyeken a nap nagyobb részében nincsen fel- vagy leszálló utas, tehát teljesen felesleges időveszteség, illetve energiaveszteség gázolaj vagy áramfelhasználásban. Az, hogy megáll a vonat, és újra fel kell gyorsítania. Tehát időt és energiát lehet ezzel nyerni. A MÁV tapasztalata az, hogy a rendszer jól működik, jól kezelik az utazók. A vonatok a feltételes megállóhelyeken minden esetben megállnak, amennyiben a peronon vonatra várakozó személy tartózkodik, illetve akkor is, amennyiben a mozdonyvezető nem tudja kétséget kizáróan megállapítani, hogy nincs le- vagy felszállni szándékozó utas. Abban az esetben, ha leszállásjelző berendezés meghibásodik, vagy olyan vonat közlekedik, amire az nincs telepítve, a vonat a megállóhelyen mindenképpen megáll.